Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Olaszországban, majd Bulgáriában is sikert aratott a Szabolcsi Koncertfúvós zenekar. Erről beszélgettek vendégeimmel, és most nagy levegőt kell vennem, mert hogy itt van velem Schuster Csaba, aki a Szabolcsi Koncertfúvós zenekart működtető Vidéki Kulturált Ifjúságért Közhasznú Egyesület vezetője és a zenekar egyik vezetője, valamint Dallos Csilla, a Szabolcsi Koncertfúvós zenekar másodkarmestere. Szerbusztok! Szervusz. Láttam a mosolyt az arcodon, hogy na, vajon kibekkelek ezzel Viviennel, vagy sem, de sikerült gyorsan felolvasnom. Igaz, hogy puskáztam, de se baj. Meséljetek az élményeitekről. Olaszország, Bulgária, rengeteg városban és országban jártatok már, nem feltétlen csak Európa szerte, hanem a világ szinte minden táján, és most mégis így pár száz kilométereket utaztatok, viszont annál nagyobb sikerekkel tértetek haza. Mit csináltatok és hol vettetek, milyen versenyeken részt? Az első útunk az Olaszországban volt, a Terra Mutartományban, Abruzzo régiónak a székhelyez egyébként. Ott van egy ilyen fesztivál, amit minden évben megrendeznek, és hát elég régen visszárogatunk már a fesztiválra, és most versenyszerűen volt megrendezve a fesztivál, amelyben voltak litvánok, két lengyel együttes, akkor olasz együttesek, magyar együttes is volt, még rajtunk kívül 4, és hát vagy 10-12 együttes volt, és akkor így sikerült megnyerni ezt a versenyt nekünk. Ezt a díjat kaptuk érte egyébként, meg egy kötelező érvény jövő évi meghívásra a fesztiváljukra, mely jövőben fesztivál lesz, és hát ezen nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Egyébként nem olyan közel van az, mert nem pár száz kilométer, 1400 kilométert kell utaznunk, ugye? Ez azért fontos egyébként, mert Rómával átelemben van ez a rész, ami az Adria partján, és csodálatosan az elmúlt években azért mindig ilyen kulturális célú látogatásokat is mellé kötünk a külföldi utakon, és voltunk össze már át Rómába, vagy éppen Nápoly környékén, szóval mindig kapunk egy szabadnapot, és akkor lemegyünk. Viszont ez jó, hogy egyrészt feltöltődni is tudtok, sikereket elérni is tudtok, és egymástól azért lesni is, hiszen azért sok nemzet kitűnő csapatai mutatták be tudásukat. Ti hogy érzitek amúgy, mit és egyáltalán mely csapatoktól tudtok egy-egy ilyen versenyen ellesni, elcsípni, esetleg elgondolkodni, hogy hú, lehet, hogy nekünk is talán így kellene? Nekem azért érdekes ez, amit mondasz, mert van olyan csapat, akivel már többször is találkoztunk. Most például volt egy lengyel, ugye, Csaba, egy lengyel csapat, akivel tavaly Litvániában találkoztunk, és örömmel üdvözöltük egymást, és hallhatjuk, hogy mennyit fejlődött a másik, vagy milyen új darabokat tanultak esetleg, és bizony van olyan, hogy amikor valamelyik tetszik nekik azok közül, amelyiket mi játszunk, akkor oda jönnek és azt mondják, hogy hú, mutassátok már meg, hogy ez mi a címe, ki a szerzője, de természetesen velünk is ugyanígy előfordul. Ha látjuk, hogy hú, erre milyen jó koreográfiát lehetne esetleg a lányoknak készíteni, akkor bizony oda megyünk, és akkor a mai világban már ugye könnyebb megszerezni, nem kell magát az egész kottát, elég, hogyha csak a cím és a zeneszerző, de bizony van ilyen, hogy tapasztalatot cserélünk ilyen téren is. A lány. De jó, hogy mondtad, mert tettem egy bakit, nem mondtam a mazsorett csoportot, úgyhogy utólag is kérek tőled elnézést. Ilyenkor milyen jellegű előadásokkal készültök, és hogyan lehet egyáltalán egy-egy ilyen találkozóra felkészülni, akár technikailag, akár lelkiekben? Hát azért, amikor megyünk egy fesztiválra, azért tudjuk, hogy hova megyünk, milyen millióben, milyen országba megyünk, és a 99%-ban az a meghatározó az, hogy mi mit szeretünk. Mert egyébként nem csinálnánk, hát ez ilyen egyszerű. És akkor elviszük, és ha ez a két dolog össze is találkozik, hogy ők is vevőkre, ők is szeretik, amit mi játszunk, akkor vannak igazán nagy sikereink. Hát ez a dolgok, az utaknak a nagyon nagy többségében ez össze is jön, mert azért széles a repertoárunk, nekünk tényleg a legklasszikusabb, a templom zenétől kezdve a legrokkosabb nótákig, minden csodabogarat játszunk tényleg, ami csak létezik fúvós átiratban, ami nekünk is tetszik persze, csak azokat játszunk. És tehát így ezzel nincs gond a repertoárra. Na meg ami nagyon fontos egyébként nekünk, hogy a műsoron meghatározó eleme mindig a mazsert csoportot, hogy tudjuk bemutatni, az ő produkciókat előtébe helyezni, mert azért annyira egyediek egyébként, hogy megérdemlik azt, hogy mindig kicsit előtébe tudjuk őket. Sok jó zenekar van a világon egyébként, a környezetünkben is, amikkel ahol találkozunk, de itt például a fesztiválon ilyen jellegű mazseret táncot bemutató mazsercsoporttal ilyen színvonalon nem találkoztunk, tehát nem véletlen volt, hogy ők voltak legjobbak. Volt másfajta, éppen egy magyar együttes volt az, aki mazsercsoportot vitt magával, de nem mazsert, hanem twirling csoport volt Isten igazából, és azt mondták, igen, magas színvonal, meg kell, hogy mondjam. Ez milyen érdekes, mert pár hónappal ezelőtt pont hűha, hol is voltunk, Újfehérton volt talán egy ilyen mazsorettes megmozdulás, és ott volt ugye az Országos Mazsorett Szövetségnek az elnöke, és ő mondta azt, hogy a magyar lányok hihetetlenül ügyesek, és világszerte elismeréssel tapsolnak nekik. Tényleg ennyire jók vagyunk? Ez bizonyítást is nyert, éppen mondtam Csabának, hogy ez már Bulgáriában volt, ahogy ott néztük a többi csapat bemutatóját, mert ott esténként szinte minden este volt szerencsénk végignézni a többi csoport bemutatkozását is. Na és visszatérve a kérdésedre, volt egy hölgy, aki odajött, és leült a két kisfiával, és úgy szóba elegyedtünk, és mondta, hogy itt lakik, és több éve van már ez a fesztivál, ez az Eurograde által szervezett fesztivál, amire mi meghívást kaptunk, és bizony, hogy ő ilyet még nem látott, és hogy fantasztikus, és teljesen el volt ájulva, és minden este ott volt, integetett lelkesen, nagyon kedves volt tényleg, és mondta, hogy most is jöttem, és szorítok. Tehát biztos, hogy egy különleges dolog, és a lányok is különlegesen jól csinálják. Az nagyon fontos a mazsorettes lányoknál, vagy a mazsoretteknél, hogy ne feltétlen csak jól csinálják, hanem igenis nagyon fontos az, hogy mosolyogva, ez hogy milyen ruhában, hogy milyen hajjal, stb. Igen. A fúvósokat hogyan lehet ösztönözni, nekik mi kell, persze a kotta megléte fontos, gondolom. Hát először is kell egy jókarmester. Most a Bakó Levente barátunk, aki közöttünk nevelkedett 10 éves korától kezdve. Először mi tanítottuk, aztán most már ő tanít már 6 éve minket. Ő ugye a Lizias Trombita művész, és valamilyen érdemkeres, stb. Szóval én ezt nem is tudom elmondani, de olyan díjat kapott legutoljára. Ez egy nagyon kiváló szakember, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhet az együttesünk, és egyébként Nyíregyháza város, meg hát szűke pártjánkon kívül tekintő, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megy, és hiszen egy országos színvonalon nagyon jó csapatot hozott megint csak létre. Mondjuk Kéhószá Csilla, és aki a beugrókarmester mellette mindig, ő, aki korrepetitorként is rengeteget dolgozik az együttessel. Hát kell hozzá egy ilyen, aztán kell egy olyan repertoár, amit ugye általában közösen hozunk össze, amit szeretnek a zenészek. Van, mikor kényszerből egy két számot el kell, hogy játszunk, mert megkívánja az alkalom, hogy el kell játszanunk, és nem szeret a zenekar, de eljátszunk, de van ilyen. Tudom, hogy van ilyen, és észre lehet venni, a próbák menetén lehet leginkább látni, mikor már a 6.-7. próbán is nyúzzuk, az egy szerencsétlen darab, és az Istennek nem akarunk haladni vele, mert ez olyan, mint a Kántémusznál az Áve Maria, mondjuk, amikor már mindenki ilyet nem merek mondani, mert... Nem, ezt tényleg egyszer Dénes bácsival beszéltem, de biztos vagyok benne, hogy nektek is van ilyen, van bőven. Van. És az Áve Máriáról azt majd egy külön misét majd megérek, hogy mi lesz majd jövő tavasszal, ez a program majd, majd ez egy másik történet még. Tehát kell hozzá egy kiváló karmester, kell hozzá egy városvezetés, aki ugye támogatja az együttesünket, és helyet ad neki a próbának, de ezt igyekszünk is meghálálni, mert annyit szerepelünk itt a városban, mint senki más, és hál' Istennek nagyon szívesen tesszük, örülünk, hogy szükség van ránk, de meg is kapjuk a támogatást, és ha ez így összeér a zenekedvelő zenészekkel, akkor már nagy gond nem lehet. No, és a zenekedvelő érdeklődő kell, hiszen ez a legfontosabb, hogy legyen mindig kinek játszani és esetleg táncolni. Még annyi se, fél percünk van arra, hogy beszéljünk arról, hogy hol lesz esetleg következő fellépésetek, és akkor egy ilyen kis programajánlóként lehet akkor szólnatok. Hát a legközelebbi, amit tudok, ez a Balkány város, talán már második vagy harmadik alkalommal hív meg minket egy kis bemutatóra, ez lesz talán szeptember 5-én, aztán természetesen még több ilyen kis apró, amit én nagyon észben tartok, és készülünk, az az újévi koncert, természetesen január 1-én, hát ami már több évtizedes múltra tekint vissza, és természetesen a jövő nyári turnék, de Csaba bővebben tud erről. Még annyit, tehát én nagyon örülök, csak hogy a 29. újévi koncert lesz január 1-én, nem a megszokott helyszínen, hiszen hál' Istennek megújul a buszhatja bevülről is, nem csak kívülről, ezért a BEM általános iskolából lesz, mert a városvezetés 50 alpolgármester úton megkaptuk ezt az ígéretet, hogy kijárja nekünk, úgymond segít nekünk kijárni azt, hogy mehessünk oda koncertezni, hiszen ez egy világon egyedülálló dolog, Guinness rekorderek vagyunk én, mert fúvózenekari koncert január 1-én kezdett el, 29 éve sehol a világon nem volt, ez az első, aztán megyünk majd jövőre ide-oda, Olaszországban említettem, hát meg még ugye szeretnénk ott egy kicsit a Nyugat-Európába, Franciaország környékére is elmenni, mert rengeteg meghívásunk, csak nem tudunk eleget tenni neki. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és kívánom nektek, hogy az idei év második fele, és ténylegesen a jövő év nagyon erős legyen nektek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Már múlt héten ajánlottunk önöknek egy nem mindennapi országos kampányt. Most felidézzük, hogy mi is az a Színezd át, és hogy mikor érkezik ez a kampány Nyíregyházára. A rendezvény keretén belül látható lesz majd egy úgynevezett Gypsy Musical megyeszékhelyünkön, amelyben többek között Oláh Gergő, Falusi Marianne és Papadimitriu Athina is fellép. Erre lehet tőlünk belépőjegyeket nyerni. Kérdésünk a következő. Mi a bodag? A lehetőség zöldségféle, B lehetőség édesség, C kenyér. Az alábbi elérhetőségekre mindenképpen írják meg tippeiket, hogyha e-mailt írnak, akkor ne feledjék név, telefonszám. Hogyha szürke a világ, sose búsulj, színezd át, sose búsulj a világot, színezd át. Te is tudod, hogy van ez, ahogy nézed, olyan lesz, ahogy nézed, ez a világ olyan. Augusztus 30-án érkezik Nyíregyházára a Színezd át társadalmi célú országos kampány. A gyerekeket és szüleiket is megszólító egésznapos program a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának megismerését és elfogadását, valamint az esélyegyenlőség fontosságát hangsúlyozza. Nyíregyházán a családi napnak a Nagy Imre Téri Korzó ad otthont. Van egyfajta színes világunk, amiben azonban nem látunk mindig olyan színeket, mint amit valójában látnunk kéne. Nem úgy látjuk az embereket, nem olyan színesnek, nem olyan szépnek, nem annak, ami ők maguk. És ugye attól kapta ezt az elnevezést, hogy Színezd át, hogy az volt az elképzelésünk, hogy a gyerekeken keresztül, akik ugye még érintetlenek mindenfajta olyan kérdésben, amik az embereknek a megkövesedett gondolatait érintik, tehát hogy rajtuk keresztül megmutassuk azt, hogy hogyan tudjuk a régi gondolatainkat, az értékítéleteinket egy kicsit újra gondolni, átszínezni, és színesebbé tenni ezáltal a világunkat. Gyertek, amit tanultatok, tapsol! A Színezd át programsorozat állomásain bizalomépítő, egymás megismerését segítő drámajátékokkal készülnek a szervezők. A játékok célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gyermekeket és a szülőket, és így akár hosszú távú barátságok is kialakulhassanak. A programnak a legfontosabb célkitűzése az, hogy mindenféle előítélet nélkül örömteli tevékenységben tudjanak együttműködni a gyerekek, és ezt látva a felnőttek is egy picikét érzékenyülhessenek a témával kapcsolatban, hogy ne legyen se származás, se egészségi állapot alapján előítélet bennük. Ehhez a legjobb tevékenység a drámajáték, a másik pedig a kézműves tevékenység, amikor örömmel, felszabadultan együtt játszva, tevékenykedve, mindenféle előítélettől mentesen ismerhetik meg egymást, és tölthetnek el együtt nagyon kellemes perceket. A programsorozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja, a kampány fővédnöke Balogh Zoltán. Egy kormány képviselőjének, egy politikusnak, egy közéleti embernek, de talán mondhatom így nekem személyesen, mint magánembernek vagy civilnek is, mert alapvetően mégiscsak az lennék, nem beszélve arról, hogy van egy lelki foglalkozásom is. Nagyon fontos az, hogy az országban hogyan gondolnak egymásra az emberek, hogyan élnek egymással, hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan találják meg a közös hangot, mert meg vagyok győződve arról, hogy Magyarország jövője azon múlik, hogy megtaláljuk a közös hangot, amiben benne vagyunk, az, ami más, megkülönböztet a másiktól, meg az, ami közös bennünk. És a kultúra egy ilyen közös hang. Azt szeretném, ha egymásért élnénk, és ne egymás kárára, hanem egymás javára ebben az országban, és ez a művészek segítenek a maguk eszközeivel. Úgy gondoltam, hogy én is ideálok emellé a saját eszközeimmel. A családi nap után minden állomáson a Szomnakáj előadással zárul a program. A városban a Váci Mihály Kulturális Központ ad helyet a darabnak. A zenés-táncos musical egy roma lány történetét meséli el. Sorsának különböző állomásai elevenednek meg a színpadon, miközben saját útját keresi a világban. Az előadás szereplői itthon és világszerte is ismert zenészek, énekesek. Nagyon jó látni azt, hogy milyen hatása van ennek a darabnak, és mi az üzenete. Hiszem azt, hogyha olyan embereknek, akik kilátástalan életben élnek nap, mint nap, azoknak igazából tudunk egy kis kapaszkodót adni, hogyha keményen dolgozol és hiszel valamiben, és oda teszed magad, akkor bármit elérhetsz. Teljesen mindegy, hogy milyen színű a bőröd. Ebben a produkcióban engem kivéve gyakorlatilag mindenki roma, tehát azt lehet látni, hogy nagyszerűen dolgozunk együtt, mint mondtam, nekem ez már egyáltalán fel sem tűnik, hanem egyszerűen a zene ereje, a művészet ereje, az egésznek a hatása, azok az erőteljes érzelmek, amik ebben a dologban vannak, azok, amik elfeledtetik azt, hogy valaki roma, nem roma. Ez a darabnak a mondani valója, hogy mindenki, ha érzi magában a tehetségét bármi iránt, és veszi a bátorságot és a hitet, a kitartást, akkor megvalósíthatja az álmait. És ez nagyon közhelyesen hangzik, de ez a közhely, ez nekem nagyon fontos, és ezért közel áll hozzám ez a szerep. Több roma zenész, művészek lesznek benne, neves művészek, akiknek már csak az életük, amit éltek eddig, és ahová eljutottak, már csak az is egy példaérték, hogy igenis a romák is tudnak elérni dolgokat, és nagy dolgokat is el tudnak érni a romák. Szerintem már csak ez egy olyan dolog, amire fel lehet nézni. A Színezd át kampányt minden állomáson egy-egy helyi védnök is támogatja. Úgy érzem, hogy mindig egy kicsit hátrébb volt sorolva a szabolcsi régió az ország többi részéhez képest, de az a tapasztalatom, hogy az onnan jött emberek nagyon kitartóak és nagyon erőteljesen tudnak küzdeni a céljaikért, és az a legfontosabb, hogy megtanítsuk a fiatalokat küzdeni. Küzdeni egy célért, és hogyha azt elérik, akkor azt a tudást továbbadni, hogy hogyan értékel. Nyíregyháza a társadalmi célú kampány negyedik állomása lesz. A város sok érdeklődőt vár az egésznapos programra. Nyíregyházán van egy pezsgő közösségi élet, egy szellemi kulturális élet is, melynek aktív képviselői a mondjuk így minden értelemben kisebbségek, és fontosnak tartjuk azt, hogy előítéletek megszűnjenek, egymás megismerése erre a legjobb mód, és ezért szervezünk rengeteg programot évente itt Nyíregyházán, és azt gondolom, ez pedig a Vidor Fesztivál alatt jön ide, ez a lehető legjobb időzítés. A Színezd át kampány legfontosabb célja, hogy nyitottabbá váljunk egymás elfogadására, ami mindenkinek mást jelent. Nem lehet a művészetben sem, és az életben, az élet különböző helyzeteiben sem úgy dolgozni, hogy valakit megkülönböztetünk a bőrszíne, a származása, a társadalmi rangja alapján. Egymás elfogadása számomra azt jelenti, hogy tiszteletbe tartjuk azt, amiben különbözik a másik tőlünk, de nem csak tiszteletbe tartjuk, hanem fel is fedezzük, ugyanakkor felfedezzük azt, ami bennünket, az egy vérből teremtett emberiséget nagyon mélyen összeköt, hiszen mindannyian emberi lények, érző emberi lények vagyunk, és éppen ezért egymás számára vagyunk teremtve. Számomra az egymás elfogadása, a tolerancia azt jelenti, hogy adunk esélyt az embereknek, hogy megmutassák azt, hogy igenis, ők is lehetnek valakik is, hogy ő bennük is fantasztikus dolgok rejlenek. Egymás elfogadása számomra azt jelenti, hogy az emberek épp ésszel éreznek, épp ésszel gondolkodnak, és elfelejtik a prekoncepciókat, csak a másik embert, a másik embereket látják olyannak, amilyennek magukat is szeretnék látni. Én próbálok krisztusi elvárás szerint élni, ugyanis Isten szemében nincsenek szebb, csúnyább, jobb, rosszabb, gazdagabb, szegényebb emberek. Isten szemében egyek vagyunk, úgyhogy így is kellene élni mindenkinek. Amennyit a szemed lát, nem ám annyi, amennyit a szemed lát. Ha a szemed szürkét lát, gondolatot színezd át. Tarka lesz, ha hagyod, hogyha úgy akarod, jó sok árnyalatot öl. Hogyha úgy akarod, hogyha elfogadod, szemre színesen a föld. A magyar katonakultúra hagyományait őrzi, a katonaközösséget pedig összekovácsolja az első vajai honvéd művésztelep. Erről láthatnak bejátszást most. Idén első alkalommal 8 alkotó találkozhatott a vajai művésztelepen. Linómetszetek, részkarcok, monotípia, a grafikai alkotások sokféle arcát mutatták meg a műhely munka során. A honvédség kötelékében dolgozók és munkatársaik több évtizede foglalkoznak a képzőművészet valamelyik ágával, most együtt alkothatnak közel 10 napon át. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsei Ferenc tanítóképzőjének művészeti tanára, Tamus István nyújt segítséget az alkotótábor munkájához. Ő grafikus, tehát úgy gondolta, ennek a műfajnak is áldoznak idejükből a tábor alatt. A témák pedig változatosak. Vaja, a vár, a szoborpark, az egy nagyon jó kiindulási alap, ezt meg lehet szépen fogalmazni, aztán itt a vegetáció, a növényzet, mert nem kell őket most mindenáron ebbe a tematikába bele zsúfolni, mert egészen más is csinálhat. Viszont ezt jövő január 21-én a kultúrnapján be fogják mutatni, és hogy a vajai kötődés az kiderüljön, nyilván ebből a anyagból kell majd vajai művek erősíteni ezt a dolgot, hiszen ebből később akár képeslapok, egy több évre szóló művésztelepnek az alapját lehet lerakni, ha most ez sikeresen alakul. Amellett, hogy mindenki hozott magával gyakorlatot és tudást, a táborban is tanultak újat. Nekem a linó és ez a részkarc, ez egy teljesen új technika, én ezt így messziről láttam, de nem tudtam, hogy hogyan készül, nagyon érdekesnek találom. A családban elég sok művész van, édesapám fafaragó, illetve hát farag, meg kerámiával is foglalkozik, a lányom gyönyörűen rajzol, a húgom is nagyon jól rajzol, úgyhogy mellettük én kicsit amatőrnek számítok, de nagyon szeretem. Úgyhogy végül is egész életemben csinálom. Mindenkire megvan a maga profilja. Ki fafaragó, ki keramikus, van, aki grafikázik, van, aki linózik. Én grafikázok és festek. Ezt szeretem csinálni régóta. Mindig meg szokták kérdezni, hogy mióta művelem ezt. Azt szoktam válaszolni, hogy tulajdonképpen mióta kisgyermekként elkezdtem rajzolni, gyerekkori firkákat nem hagytam abba. A mai napig minden nap rajzolok, festek. Ebbe tudok kibontakozni igazából. Ez a kedvenc időtöltésem. Ráadásul a munkám is az nagy ritkaság, hogy az embernek az a foglalkozása, az a munkája, a hobbija is egyben, amit szeret csinálni, és ez jó érzés. 1991-ben a Magyar Honvédség pályázatot írt ki, mindazon alakulat részére, katonai egység részére, akik akkor a rendszerben benn voltak. Lehetőség volt arra, hogy pályázni lehessen különböző típusú, formájú emblémákkal, karjázés gyanánt. A Bocskai dandár karjázésébe beletettem a bocskai buzogányt, beletettem egy dőrskerekes pisztolyt, és fölül a címer felső részébe pedig a 3 résztaszakadt országot ábrázoló 3 felé eldarabolódott koronát helyeztem el. És nyilván a Bocskai István emblémát úgy oldottam meg, hogy a két betű a monogram belekerült, és a hadrendi száma is az alkolatnak, az az 5. Bocskai István lövészdandár hadrendi megnevezést tettem be, helyeztem el. Az alkotótábor anyagát a fővárosban is bemutatják, egy része pedig itt marad a Vajai Múzeumban. A hagyományt folytatjuk, 1-2 alkotást minden alkotótól befogadunk, ezt leltározzuk, ezzel gyarapodik a gyűjteményünk, a kortárs képzőművészeti gyűjteményünk. A második, harmadik munkákat pedig a katonák elviszik, és ott a dandárnál helyezik majd el. A műhely kiállítást szeptember 3-án csütörtökön nyitják meg a vajai Vai Ádám kastélyban. Ne feledjék, 30-án Nyíregyházára érkezik a Színezd át kampány. A rendezvény keretén belül látható lesz majd megyeszékhelyünkön egy úgynevezett Gypsy Musical, amelyben többek között Oláh Gergő, Falusi Marianne és Papadimitriu Athina is fellép. Erre lehet tőlünk belépőjegyeket nyerni. Kérdésünk a következő: mi a bodag? A lehetőség zöldségféle, B édesség, C kenyér. Az alábbi elérhetőségekre lehet a tippeket írni, hogyha e-mailt írnak, akkor ne feledjék megírni benne nevüket és elérhetőségüket, mármint hogy telefonszámukat. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra!